Már majdnem 4 hónapja, hogy az éttermekben legfeljebb elvitelre főzhetnek. Ez a budai kifőzés tavaly még úgy tervezte, senkit se bocsát el. A házon kívülnek beszélt arról, hogyan változtatott elképzelésein. 11 fő alkalmazott, bejelentett alkalmazottam volt, plusz 3 beugrós, aki dolgozott máshol, de szeretett nálam főleg hétvégeken beugrani. Ebből mára maradtunk velem együtt 5-en. A vendéglátósok többsége hónapok óta veszteséget termel, ezért kereskedelmi banktól alig ha kaphat kölcsön. Például rajtuk segítene a kormány az ingyenhitellel. Gyakorlatilag 0% kamat és 0% költség mellett vehető igénybe ez a hitel. Az úgynevezett újraindítási gyors kölcsönnel akár 10 millió forint felvehető 10 évre, és a törlesztést csak 3 év után kell megkezdeni. 6-7 kereskedelmi bank üzemeltet MFB pontokat a kijelölt bankfiókjaikban, és náluk lehet igényelni. A vártnál korábban holnaptól igényelhetik a kölcsönt a vendéglátósok, a szállásadók, illetve például sportlétesítmények működtetői, az eredeti kedvezményezettek. A hitelt várhatóan néhány napon belül kiterjesztik azokra a kereskedőkre és szolgáltatókra, akik mostantól kényszerülnek bezárni, annak megfelelően, hogy a kormány a lezárások miatt kiket részesít további bértámogatásban, írja honlapján a Fejlesztési Bank. Rájuk is hitelbírálat vár, az kap az állami kölcsönből, aki a járvány előtti évben nem volt veszteséges. Amit vizsgálni fogunk, az a 19-es évvégi eredmény, illetve a működőképesség és az életképesség, tovább nem megyünk. A vendéglátóiparban mindenki felveszi az ingyenhitelt, aki csak tudja, az ipartestület szerint. Elnökük adminisztrációs terhektől tart, azt mondja, 22 oldalt kell kitölteniük az igénylőknek. Minél több adatra van szükség, annál több hibázási lehetőség van a kiállításánál. Hát nagyon reméljük, hogy ez nem okoz olyan adminisztrációs problémát, mint a munkahely megtartó támogatás volt. A kormány egyelőre 100 milliárd forintot szán az ingyenhitelre az Európai Unió helyreállítási támogatásából.